A fehérvári középiskolások a mostani előtt utoljára 2020. januárjában tudtak együtt bálozni a Sóstói stadionban. A városi diákbál idei ünnepélyes megnyitóján Székesfehérvár alpolgármestere, Mészáros Attila és Cserpalkovics András polgármester is részt vett. De korábban már szép hagyománnyá vált a diákbál, és nagyon szerették a fiatalok, aztán jött ez a néhány nehéz év, akkor különböző okok miatt nem lehetett megrendezni, de úgy éreztük, hogy talán itt lenne az ideje annak, hogy visszahozzuk ezt a szép régi hagyományt, és megtartsuk, megrendezzük a hetedik ilyen városi diákbált, és aztán persze a döntést azt hozta meg, amikor a diáktanács maga a várost képviselő, város diákságát képviselő szervezet, közösség mondta azt, hogy jó lenne visszahozni. Az esten a DJ Neon Rider Horváth Bence páros várta a fiatalokat, majd az ünnepélyes megnyitó után kezdődött a nyitótánc, amit a Székesfehérvári Diáktanács tagjai adtak elő. A koreográfiát Frizenhán András, a Szent Imre Gimnázium tanulója álmodta meg. Versenytáncolok, és ugye van egy bécsi formációnk, és annak ikletén állítottam össze, ugye a figurákat is onnan egy-kettőt beszereztem, és ahhoz hozzáállítottam, és a zenei ütemhez pedig kitaláltam ugye az újdonságokat, amiket ugye nem tudtam így pontosan, hogy mi legyen oda, és így állt össze ugye a formáció teljes formában tulajdonképpen. Böhm László elmondta, bár 2020-ban szerveztek utoljára városi diákbált, nagy volt az érdeklődés az esemény iránt. Ez most a hetedik 2024-ben. Mondhatni nehéz dolgunk volt, mivel ez alatt a 4 év alatt egy teljes gimnáziumi korosztály ment végig, érettségizett le. Tehát egy teljes diákság veszett el igazából, anélkül, hogy bármit is tudtak volna a bárról. De annak ellenére, hogy sokan nem tudtak erről az egész programról, nagyon sokan érdeklődtek iránta. Az este folyamán Bál királynőt és Bál királyt is választottak, majd Felus, Warning és Pixa zenélt a diákoknak. A szervezők azokat a DJ-ket kérték fel, akikre a legtöbb szavazat érkezett az iskolás dögcsoportokon keresztül.